Következő mérésünk 7. osztály, 3-as számú mérési kísérlete a munkafüzetből, testek tömegének mérése. A tömegmérésre emlékeim szerint sokféle módszer volt, használtunk már itt mi a laborunk tesztelésekor is, munkafüzet kísérleteink végrehajtásakor dinamikai tömegmérés, például ütközésekkel kapcsolatosan. Jelen pillanatban inkább statikai tömegmérés lesz a porondon. Úgy látom, hogy lesz itt majd egy mérleg, amivel félünk, de a szakértőimet szeretném először bemutatni, Karola és Noémi. Noémi fogja kezdeni majd a tömegről a bevezetőt, és elmondja, hogy milyen módon fogjuk megmérni a testek tömegét az itt jelenlévő eszközökkel. És akkor átadom a szót Noéminek. A tömeg a fizikai testek tulajdonsága, amely a bennük lévő anyag mennyiségét méri. A tömeg jele az M, mértékegysége a kilogramm. A következő példában azt fogjuk megnézni, hogy az itt látható egy doboz gombos tűnek mennyi a tömege. Jó, illetve akkor látom ide készítetted, majd ezt a másik kamerás nem mutatom, de akkor mondjuk meg még itt fogsz egy darab burgonya, vagy mondjuk krumplinak a tömegét is meg fogjuk mérni. Jó, akkor a tömeggel kapcsolatban egy nagyon alapvető fizikai mennyiség a tömeg, és ez sok fizikusnak ugye felkeltette az érdeklődését, tehát nem is olyan egyszerű magát a tömeget kezelni, de minden esetre a hétköznapi életben is számtalan vonatkozása van. Minden esetre azt jól mondtad, hogy a testben lévő anyagmennyiséget méri. Szoktuk mondani, hogy a testnek a tehetetlenségét jeleníti meg, illetve a súlyosságát is, tehát súllyal is bír a gravitációs mezőben. Tehát szoktuk emlegetni, hogy a súlyos tömeg és tehetetlen tömeg együtt jelenik meg egy tömeggel kapcsolatban. Úgyhogy nézzük is majd meg akkor a mérésünket, és akkor egy másik kamerázban mutatom, hogy mi van az asztalon összeállítva. Itt látható egy digitális mérleg, amelyet majd aktivizálva tudunk használni a mérés során. Itt látható egy doboz gombos tű, illetve pár darab burgonya, amelyek közül egyet meg fogunk majd mérni az eszköz segítségével. Jó, ez egy szimpatikus kis mérő, viszont bekapcsoljuk, segíts akkor nézzük, nullázzuk le. Úgy van, ami nem pontosan nulla, de most már beállt nullára, jó, és akkor nézzük meg. Most ráhelyezem a doboz gombos tűt a műszerre, és akkor megkapjuk az eredményt, 44,1 gram. Így van. Jó. Jó, tehát a gombos tűknek a tömege 44,1 gram. Jó, hát általában azért többször meg kell mérni, átlagot kell számolni, ugye vannak mérési hibák. Most ugye ez például nem a gombos tűknek, hanem a doboz és a gombos tű együttes tömege. Ugye a mértékegysége a kilogram, mint említettük, annak hanyad része a gram? Ezred. Ezred része. Tehát ez ezerrel osztva megkapnánk a kilogramot, tehát ez 0,44 ezred kilogram, úgyhogy ezerrel osztod 44-et. Jó, nézzük meg akkor a burgonyának a tömegét. Hát nézzük meg azt, amit az előbb beletettünk a vízbe egy másik kísérletben, majd meg a sűrűségét is meg tudjuk akkor határozni. Tegyük rá akkor a burgonyát. Olvasd le. 147,7 gram. Nagyszerű. És akkor mit tudunk még elmondani ez a tömegméréssel kapcsolatban, amit a mérésekhez ajánlunk. Tehát például ajánljuk azt, hogyha lenulláztuk, és például mondjuk meg akartad volna mérni pontosan csak a gombos tűknek a tömegét. Igen, akkor egyenként.
akkor lehetett volna, mondjuk egy gombos túlnek a tömegét, azt nem nagyon nagy hibával tudod megmérni, ugye? Tehát például egy gombos tűnek a tömegét, azt nagy hibával tudod megmérni. Tehát például most rátesszük ezt a dobozkát, ez okos ez a szerkezet, mert utána nullázni tudom, és akkor nem fogom mérni a tömegét a dobozkának. Nem látszik? Pont ezt akartam mondani. De jó, tetőt is rátehetem, hogy oké. Ráteszem a tetőt, nullázom, ugye? És akkor megmérheted, mondjuk ezt tovább, és akkor így is tehettem volna rá, nulla maradt? Nulla. Most azt mondjuk, hogy tegyük fel, hogy ez 100 darab gombostű, ugye? Egy gombostűnek nagyon nagy hibával tudod megmérni a tömegét, mert az összes hiba egy gombostűre esik rá, hiba, amit a mérésről elvégzel. De most, ha megnéznéd 100 gombos tűnek a tömegét, ugye, leolvasod, az 26 gram, ugye, akkor így ügyesen ki tudod számolni egy gombos tűnek a tömegét, 26 gram osztva 100-zal, ugye? Tehát ilyen fizikában gyakran van az, hogy egy valaminek nehezen mérem a tömegét, idejét, és nagy hibával, akkor mérjek meg sokat, és osztam el a darabszáma, és akkor egyre kevés hiba lehetőség jut. Ugye? Jó. Azt még megnézhetnénk, hogy akkor a 147 gram volt a burgonya tömege, és a térfogata pedig 170 milliliter, vagyis köbcenti. Akkor a sűrűségét hogy számolhatnánk ki, Karola? A tömeg és a térfogat. Tömeg és a térfogat hányadosa, és ebből megkapnánk a burgonyának a sűrűségét.